Welcome home, vagyis üdv itthon felirat fogadja a hazatérőket ebben a budapesti lakásban. Az otthonban nem a tulajdonosok, hanem turisták olvassák ezt legtöbbször. A Budapest központjában a Kárai kerbejáratával szemben álló lakást az interneten hirdeti rövid távú lakás kiadásra a tulajdonosa. Róla most a G7 portál megírta, nem más, mint Varga Judit lendő igazságügyi miniszter férje. A lakáskiadás Varga Judit vagyonnyilatkozatában is szerepel, Ez szerint bár a lakása férjé az ebből befolyó évi körülbelül 4 millió forint a közös jövedelmük, csak hogy szintén a vagyonnyilatkozata szerint Varga Juditnak tavaly október vége óta havi 300 ezer forintért bérelnek állami pénzen lakást. A kormány a nek azt válaszolta Varga Judit több évet külföldön töltött munkája miatt ezért nincs neki saját budapesti lakása. A külföldi munkavégzést Gulyás Gergely is kiemelte Varga méltatásakor. Mint egy tíz évet dolgozott az Európai Parlamentben, ezt megelőzően bíróságon, illetve a nemzetközi ügyvédi irodában is dolgozott, summa cum laude végzett a Miskolci jogi karon, tehát maximálisan alkalmas ennek a tisztségnek a betöltésére. A DK szerint bár Varga Juditnak valóban nincs Budapesti ingatlana, de a jogszabályok szerint házastársa lakását is figyelembe kellene venni, és így nem járna neki lakhatási támogatás. Ez a kinevezés megmutatja az Orbán rendszer cinizmusát és romlottságát. Az igazságügyi tárca élére kinevezni egy embert, aki úgy vesz fel közpénzt, hogy az nem járna neki, az romlottság. A cinizmus pedig az, hogy az Orbán kormány úgy gondolja, hogy ezt is megteheti. A kormány a g nek azzal is érvelt, a Károly kerti kiadásra használt lakás mindössze 46 négyzetméter, és így nem alkalmas a leendő miniszter 5 fős családjának lakhatására. Az interneten található hirdetésben ugyanakkor az szerepel, a lakásban egy 30 négyzetméteres felső szintet is kialakítottak a nagy belmagasságnak köszönhetően, így összesen 76 négyzetméteres az ingatlan.